Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit ma este templomunk Dharma beszédén. Nagy öröm volt hallani Anita bevezetőjét, és valahol azokat az emlékeket is előhozta belőlem, amikor az első visszavonulás után mentem haza sokkal, de sokkal városibb, prózaibb környezetben. A 6. kerület egy gyönyörű utcájából egy másik gyönyörű utcájába sétáltam kb. Negyed órát, és soha még úgy nem hallottam a cipősarka kopogását az aszfalton, mint akkor. Soha kék úgy még az ég nem volt, mint akkor. És kiderült, ami már a zen gyakorlóknál nagyon sokszor, hogy a kevesebb az több. Tehát kevesebb gondolat és mélyebb életélmény. Kevesebb mozgás, nagyobb stabilitás. És persze közhelynek tűnik, de kevesebb kétség, nagyobb egység belül. Amennyire egyszerű és tiszta a zen, annyira felfoghatatlan az elmének. És hogyha helyesen gyakorol zent, akkor első mozdulattal meghajolsz azelőtt, amit az elme csak körbejárni tud, de belelépni nem. Ezt úgy hívják a régi tanítás szavaival, hogy ha át akarsz jutni ezen a kapun, ne engedj a gondolatnak. Hogyha nem követjük a saját dualisztikus gondolkodásunkat, nem hisszük el a saját elménk kényszerképzeteit, akkor egy olyan világos, egyszerű, térszerű, tükörszerű tudatot tudunk megvalósítani, amely már ott volt, mielőtte beléptél ide a kapun, a templomba, a zen tudatod már megvolt. A tiszta tudatod már megvolt. A kérdés az, hogy milyen vastag karma réteg alatt. Hogyha nagyon vastag karma réteg alatt van, akkor nem hiszed el, hogy megvan. El is feledkezel róla. És azt hiszed, hogy valami különleges dolog kell hozzá, hogy az újra a tiéd legyen. Hogy újra lássa tükrödben. Hogy ez a tükör ne töredezett, torzult, önazonosság nélküli élmény legyen. És valójában, amit hallasz, akár Anitától, más tanítványoktól, bárki, aki tapasztalt ezen az úton, hogy a jó orvosság keserű, és a helyes út úgy tűnik visszafelé vezet. És ez, ahogy egy másik tanítványom mondta, ez nem vonzó. Erre nem lehet marketinget építeni, erre nem lehet nagy birodalmakat építeni, ezért a zen az mindig egy olyasféle vállalkozás lesz, ahol elviseljük, hogy nincs piaci fölényünk. Nem is nagyon törekszünk rá. Itt a minőség mindig alávág a mennyiségnek. Mindig. És ez így is lesz, amíg a zen, hiszen az egyévválás egyszerű és tiszta tanítása, az nem tehető valamilyen díszítéssel vonzóbbá. Majd felismered. A Buddha életének egy nagyon sarkalatos pontja jut most eszembe. Amikor elérte a felébredést, akkor úgy döntött, hogy nem fog tanítani. Tehát ez annyira radikálisan más, mint amit addig az ő kulturális környezete, a hindusztáni félsziget, hinduizmusa, jainizmusa és egyebe sok egyéb vallása diktált, hogy az éntelenség, az ego eredetileg nem létezése, az önvaló nem személyes volt a szanszkritul anátman vagy anattá, ugye páliul. Ez annyira radikálisan más volt, hogy nem akarta ezzel senkinek a vizeit zavarni. És aztán, ahogy a fáma szól, Tusita mennyországból, a legmagasabb és legzavartalanabb létállapotból Brahmá maga leszállt, és megkérte Sákyamuni Buddhát, a magasztost, hogy világok által tisztelt, kérlek, forgasd meg a dharma kerekét, mert vannak, akiknek a szemét kevés por fedi. Manapság nagyon sok színes por és színes tinta van a világon. Melyikkel szeretnél álmodni?
Álmodhatsz mindegyikkel, de ne hidd el egyiket sem. Különben a sok színes porból hatalmas teher lesz a szempilládon, és lehúzza, és nem látsz. És a sok színes tinta írását mind elhiszed, és magadba írod, és azt hiszed, hogy az te vagy. És ezekkel az azonosulásokkal rakjuk tele a lelkünket, és azt várjuk, hogy valamelyiktől majd boldogok leszünk. És amikor ez nincs így, akkor kezdesz el éretté válni, mint tanítvány. Amikor belátod ennek a lehetetlenségét, akkor kezdesz el járni az úton. Az útnak nincs sem kezdete, sem vége. De ha rálépsz, úgy érzed, hogy az út elkezdődött. És hogyha úgy tűnik, hogy az utad véget ért, akkor valójában leléptél róla. Senki nem gördít akadályt eléd. Senki nem mondja, hogy gyere ide, vagy maradj távol. Ezt mind a mi elménk hozza létre. Az elme fantasztikus szolgaként, ha valami magasabbat szolgál, mint önmaga. Ha a gondolkodás meg tud hajolni azelőtt, ami nem elgondolható és nem tudható. De ha nem, akkor az elme szörnyűséges uralkodó. Mostanában ezt nagyon jól látjuk. A dualisztikus elme, amelyik csak a saját igazát hiszi más emberek, embercsoportok rovására, az elviselhetetlen mértékű téves nézetet, kapzsiságot és dühöt tud a világra szabadítani. És ennek a fordítottja is igaz, hogyha elképesztő mennyiségű téves nézetet, haragot és kapzsiságot látsz a világban, azt valaki vagy valakik az elméjükkel, a szavaikkal, a tetteikkel, a gondolataikkal, az érzelmeikkel erre a világra szabadították. Mert az éntelenség vagy az önálló lét nélküliség tanítása azt is kimondja, hogy a jelenségek nem önmaguktól léteznek. Azokat valaki, valakik megteremtik, létrehozzák az okozatiság törvénye szerint. Ezért az az éberség, amit Anita az M3-ason már tapasztalt, amit a kereszteződésben is, mint szinkron élmény tudomásul vett, az a kezdet. És a jó hír az, hogy ennek nincs vége. Ha véget vetsz neki, számodra vége van. De ha nem, akkor mindig egyé tudsz válni úgy, ahogy a csepp visszatér az óceánba. Ez a gyakorlat ezt szolgálja, hogy mi is segíthessünk másoknak ugyanezt a létállapotot elérni, amely nem különleges, és három gyerekkel együtt is, az igazgatóknak különböző szolgálatokat téve is gyakorolható, ahogy hallottátok. Kinek van kérdése? Miért van az, hogy meditációban, amikor megtapasztalom végre azt a tiszta egységet, ezt a harmonikus állapotot, akkor ezzel együtt jár egyfajta ilyen elszomorodás és csalódás, mert csalódok abban, hogy miket működtetek egyébként, és hogy igazi önvalom csalódik ilyenkor? Nem. Az elvárásokkal küzdő elméd. Mert nem jön be, amit vár. És amit tapasztalsz, az az illúzióvesztés. Mi lenne, hogyha a csalódásban is csalódnál? Próbáld meg. És még? Itt vagyunk a Dharma beszéden. Ez csalódás? Nem. Bizonyosság? Igen. Hurrá! Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Tessék. Mi a buta természet? Mi mondja a szavaidat? Én. Mi látja az ént? Én. Az én nem látja az ént. Ez látja az ént. Ez nem mozdul. Az én mozdul. Tehát a buta természet nem hullámzik, nem változik, olyan, mint a tér, olyan, mint a tükör. Hogyha az elmédet félre tudod tenni, akkor az önvalód lát
hall, szagol, tapint, ízlel és gondolkodik. Hogyha nem teszed félre a gondolkodásodat, akkor ez az állandó dualizálás, a jóra, rosszra, helyesre, helytelenre osztott tudat darabokra törje a tapasztalást. Ekkor az életünk minősége olyan mélyre lemegy, hogy nem tudjuk, hogy mitől érezzük magunkat olyan boldogtalannak. Nem kellett volna a duális elménkkel miszlikre szabdalni a valóságot, és minden egyes darabot magunkba döfni belőle, vagy másba. Úgyhogy a tiszta tudat az eredetileg nem rendelkezik névvel és formával. A Mahajána ezt a gyönyörű munkahipotézist, hogy Buddha természet, ezt ráakasztotta. Eredetileg ez nem születik és nem hal meg. Nincs neve, formája, nem lehet szobrot rakni rá, a szútrákban sincs benne. Ha nagyon-nagyon kedves vagyok, akkor azt mondom, hogy bennünk van. De ha nagyon realista, akkor még ezt sem mondom. Fedezd föl. Jó? Köszönöm szépen. Itala. Egy kicsit ez kapcsolódik, hogy lesz valaha válasz a mihez kérdésre, vagy ezen az úton folyamatosan csak tapasztaljuk igazi önvalónkat. Feltetted már a mihez kérdést? Igen. Várakozom. Nem. Még csak a kérdésnek ugye a felszínét kapargatod, és a csomagolást alig vetted le róla. Mert várakozol. A mihez kérdés olyan, hogy teljesen stabil, olyan, mint a horgonya viharzó tengeren. És hogyha belemész a kérdésbe, semmi nem mozdul. Ennek a kérdésnek két alapvető szakasza van. Az egyik a szóbeli. Minden belégzéskor, vagy minden második belégzéskor felteszed a kérdést. Egy idő után az elmének ez a kicsit bugyborékoló folyamata megszűnik, mert látod, hogy nem hiszed el a saját hülyeségedet. Tehát nem vagy hajlandó azonosulni a karmáddal. Megjelenik, látod, pár dolog a helyére kerül, ez a aha élmény, a többi az elmegy. Ami pedig a helyére került, az pedig a tudattalamban szépen megfelelő szobácskában kinyitja az ajtót, bekerül, becsukja maga után, és kész. Nem jön föl többet. Utána van egy váltás, amikor már nem szóban teszed föl a kérdést. A belégzésben már benne van, mert annyit gyakoroltad, hogy ez fél év, egy év, másfél év, attól függ, mennyi energiát teszel bele. Ahhoz tudnám hasonlítani, mint amikor mondod a vezetőnek te az anyósülésről, hogy egyenesen, kérlek egyenesen, egyenesen. Egy idő után csak, na ezt egy csomó vezető nem szereti, hogyha mutogatnak. De az elme az egy idő után szóbeliség nélkül is megoldja. Tehát nem kell föltenni a kérdést, mert már a kérdés állapotában vagy. És ne várjál se választ, se a válasz hiányát. Erre a kérdésre a válasz már akkor megszületett, mielőtt föltetted. Ha megmaradsz a kérdésben, akkor megmaradtál a válaszban is. Eredetileg ez a kettő nem különbözik. Csak ennek a kérdésnek az esetében. Igazi önvalónkban találkozik az alfa és az omega, a kérdés és a válasz. Ezért a Tang dinasztiabeli mesterek tanításában ez így hangzott, folyamatosan, világkorszakokon át egyetlen pont. Mi ez? További jó gyakorlást! Ott? Egy ideje a mi a dolgom kérdéssel gyakorlok, és két dolgot vettem észre, és nem tudom, hogy ez így normális-e. Az egyik, hogy amikor felteszem a kérdést, akkor mindig mások jutnak eszembe, hogy ők mit csinálnak, és ettől pedig így ideges leszek, hogy miért nem én saját magammal foglalkozom. Hogy... Ez egyáltalán nem normális. Szerintem az egész földkerekségen csak neked van ilyen a fejedben. Senki más ilyesféle
teljesen nem evilági gondokkal és gondolatokkal nem foglalkozik. Az abnormalitás határán vagy. És még? Mi a dolgom? Maradj meg a kérdésben. Aztán az elméd előbb-utóbb megszűnik így ellenőrizgetni másokat, és a mások ellenőrizgetésétől idegesnek lenni, ami egy annyira gyönyörű reakció te. Erre szoktam mondani, az univerzumnak nem szűnő humorérzéke van. Tehát, hogy milyen reakciókat tudunk magunkban produkálni. Nézd, én feltettem magamban a kérdést nagyon sokszor, hogy a koreai templomok miért vannak a világ legszebb helyein. Tehát ezek a taoista és buddhista mesterek több száz évvel ezelőtt olyan helyeket találtak, hogy így leesél a székről, amikor odamész. És volt egy válaszom így magamban erre, sajnos azóta se találtam jobbat. Azért vannak ilyen szép helyen a templomok, hogy te, mint gyakorló ott, egy pillanatra se hihesd azt, hogy ez a mérhetetlen szenvedés az kívülről jön. Az mind benned van. Az összes borzasztó gondolat, érzelem benned van. A múltra, jelenre, jövőre szakított, darabokra esett tudat benned van. Azt te hozod létre, te tartod fent, és ha ügyes vagy, el is törlöd. De azt nem a hegyek, az a gyönyörű patak, ami ott folyik, az a fantasztikus kert, ami ott van, a pucparádéba patyolatra tisztított zenterem padló, és a több száz éves ilyen elképesztő hagyomány szerint kifaragott gerenda szerkezet. Nem ezekben van, ez bennünk van. Nem a környezet szenvedtet minket, és nem a másik ember szenvedtet minket. Mi tesszük ezt magunkkal, persze belevonjuk a másik embert is, mert egyébként azért nem tudnánk másra fogni, hogy miattad vagyok ideges. Ja, ezzel már is egy másik ember magatartásának a következményévé váltunk, az úgy elkerüli a figyelmünket. Hogy már is lefokoztuk magunkat, és közben panaszkodunk, perlekedünk, átkozódunk, ármánykodunk, féltékenykedünk, szomorkodunk, idegesek vagyunk, és a többi, és azt hisszük, hogy ez mind miattad van. Tehát amikor azt mondjuk, hogy kerülj vissza a teremtő pozícióba, és lásd, hogy te hogyan hozod létre ezt a világot a gondolataiddal, érzelmeiddel, szavaiddal és tetteiddel, az nem pusztán egy ilyen spirituális spirál fölfelé, hogy te jobban érezd magad. Mert az elején egyáltalán nem érzed tőle jobban magad. De ezt nem is erre találták ki. Ezt arra találták ki, hogy végre tapasztald meg eredeti szabadságodat a teremtés pillanatán keresztül, akkor talán felelősséget vállalsz azért a karmáért, amelyet létrehozol. Mert hogyha nem kerülsz teremtő pozícióba, nem fogod a szabadságodat és a felelősségedet egyaránt tapasztalni. Mindig másra fogsz gondolni, hogy más miatt van ez, más emberek, más kultúra, más dimenzió, ez a kedvencem. Egy más dimenzió miatt van mindez. Nem elég ez a 3+1? Néha még sok is. Képzeld el, hogy a 3 térdimenzió helyett 2 lenne, és mi csak ilyen kis lapos lényekként, néha ilyen mosolygó, vagy kicsit legörbülő szájú buborékokként kerülgetnénk egymást. Fogalmunk nem lenne a 3. dimenzióról, az idő se úgy telne, mert nem látnád az órát. Az óra is egy ilyen folt lenne melletted. Semmiféle normál távolságérzésed nem lenne, csak egy ilyen, ez közel van, a másik távol. De az, hogy mennyi kilométer, fogalmunk nincs. Érted? Mert az óra is kilométerről, és egy másik paca lenne ezen a végtelen nagy síkon, ami a kétdimenziós világ. Hát nem lenne egyszerűbb az élet? A válasz az, hogy ez van. 3 térdimenzió. Ez az, amit az elmével így érzékelünk. Néha sok, néha kevés, de az idővel együtt igazán izgalmas. Úgyhogy mikor látod azt, hogy önmagadtól nagyon távol vagy.
akkor, amikor a világot okolod azért, ami benned történik. Ekkor biztos, hogy nagyon távol vagy igazi önvalódtól. Ha minél többet panaszkodunk, annál kevésbé járjuk az utunkat. Visszafelé, aki az útját járja, egyre kevesebbet panaszkodik. Egyre inkább teremti a világát, nem csak magának, másoknak is. Ezáltal felnő, ezáltal szabadságát és felelősségét egyaránt tapasztalja. Úgyhogy további jó étvágyat. Nagyon-nagyon jó, amikor az ember ezeket a belső reakciókat tapasztalja, megtanul nem reagálni rá, úgy látni, ahogy van, leválasztódni róla úgy, ahogy a tükör eredetileg nem azonos a tárgyával, és ezt hívjuk a látás általi megszabadulásnak. Nem kicsi művelet az, amit te itt belül végzel, látszólag a káosz, a sikertelenség ellős közepén. Igen, ezeken keresztül tudsz eljutni az érvényes, hiteles tapasztalásig. Az út nem ilyen kis rózsákkal van behintve, meg konfettivel, és így ilyen tapsikoló zengyakorlók vannak mind a két oldalán, és így terelgetnek a nirvána felé. Hát nem! Most képzeld el! Borzalmas lenne! Egyéb kérdés? Hogy tudok a dualitásoktól megszabadulni a hétköznapokban? Mert azt gondolom, hogy akkor nincs öröm, meg nincs szomorúság. Melyik napon a legerősebb a dualitás a hétköznapokban? Mikor? Mikor hát melyik? A hétfőn szokott, tudod. A vasárnap délután is. Ennyire pesszimista ne legyél. A vasárnap az tényleg pihenőnap, akkor pihen az elme. Ugye? Belemerül valamelyik csatornába. Jó mélyen. És akkor hétfő van, elindulnak a dualitások, így a csúcsforgalomban. Ugye? Minden pillanatban térj vissza ide. Hétköznap, pihenőnap, Magyarország, más ország, Európa vagy más kontinens, teljesen mindegy, hogy hol vagy. Ezt úgy szokták mondani, hogy akárhova mész, a karmád árnyékként követ. Tehát aki külföldön élt egy darabig, legalább 3 hétig, az pontosan tapasztalhatta, hogy nagyon hasonló barátok és ellenségek gyűlnek köréd, mint a huni karmád következtében. Miért? Mert ugyanazokat a hullámokat bocsátott ki magadból, ugyanazt az archetipikus világot viszed a tudattalanodban, és ezért a kis új mikrokörnyezetedben megteremted a hasonló barát és ellenség mintázatát. Így működnek ezek a fránya dualitások. Na most elárulom neked, hogy dualitások nélkül lehúzhatnánk a rolót. Nagyon gyorsan. Miért? Valójában a lét és a nem lét között feszül az akarat. A van és a nincs között feszül az akarat. A férfi és a nő között feszül az akarat. A pozitív és a negatív között feszül az akarat. Tehát dualitások nélkül nem lenne energia, nem lenne üzemanyag, nem lenne hajtóerő, hogy Úristen, haladjuk már meg. Tehát a dualitások, hölgyeim és uraim, jó barátok. Néha jó barátaink elég duálisak tudnak lenni. De hogyha ez nem lenne, akkor nem lenne meghaladó bölcsesség sem. Gondold el? Tehát kezdőzengyakorló mit csinál? Dühös. Dühös arra a sok fránya dualitásra, hogy ezek nem kellenek. Mert ezek miatt van nekem bajom. Nem. Emiatt vagy ember. Tehát ez a homlokcsakra, amióta csak kiléptünk az édenkertből, csak dualizál. Azelőtt meg nem volt nyitva, nem volt tudatunk, nem volt rálátásunk erre az egészre. De mihelyt megkülönböztettük magunkat a környezetünktől, a legelső dualitás úgy hangzott, hogy én meg a világ. Lehet, hogy előtte Ádám és Éva ezt privát megbeszélték, hogy figyelj, most, hogy látjuk, hogy el kell menni a plázába ruháért, téged úgy hívlak, hogy Éva, te meg engem légy szíves, hívjuk, hogy Ádám, jó? Legyen szíves. Tehát ezt lehet, hogy megbeszélték. Ez volt az alapdualitás.
Szóval dualitások nélkül nagyon-nagyon lehetetlen lenne ez a lét, de ha csak az van, akkor meg keserves. Akkor állandó hánykolódás van. Állandó szétszakadtság van. Tehát nem lehetne az egység állapotába kicsit visszatérni? A válasz az, hogy a jelenségek szintjén soha nem fogsz. Nézd meg a szívszútrát. Azért van abban benne, hogy minden, ami érzékelhető, minden, ami keletkezett, minden, ami énséghez kötött, az nem az, amit keresünk. A jelenségek szintjén te ne várjál dualitás mentességet, mert a fekete mindig fekete lesz, a fehér pedig fehér. De a tudatodnak nem kell feketének és fehérnek lennie, csak lássa azt, hogy a padló barna, odakint meg sötét van. Na ez a látás kell, a vidya kell. És akkor a dualitásokkal semmi baj. Ha azonosulsz a dualitásokkal, akkor látszólag az áldozatukká válsz, holott a saját magad áldozatává válsz, az elméd áldozatává válsz. Ha nem azonosulsz a dualitásokkal, akkor előbb-utóbb tudod is kezelni őket. Visszafelé is igaz, hogyha kezelni tudod a dualitásokat, akkor nem azonosulsz velük. Aki kutyát tartott, már mind tudja ezt. Oké? Vagy aki gyereket nevel, kettőt is, ugye? Az is tudja, de nagyon jól. Egyéb kérdés? Tessék ott. Érzelmi zsarolás és bűntudatkeltés. Hogyan lehet és érdemes ezekre reagálni? Nagyon emberi viszony, illetve kapcsolat kérdése, hogy te hogyan kell, hogy reagálj erre. Hogyha nagyon intim a kapcsolat és nagyon szeretett a személy, akkor a legfájdalmasabb, hogy igen, látom, mit csinálsz, és nem reagálok rá. Nem zsarollak vissza. Nem engedek a zsarolásnak, és nem válok zsarolóvá. Tehát egyik sem. Sem a yin, sem a yang. Hogyha nagyon szeretett a személy, akkor le kell tudni tükrözni, hogy igen, most te ezt csinálod velem. És fel kell tenni a kérdést, hogy ezek után mit szeretnél. Tehát a játszmák csak úgy szűnnek meg, ha átlátod a játszmát, tudatosítod a játszmát benne is, magadban is, és nem játszod tovább. Nem megy másképp. Hogyha kezdeti stádiumban van a dolog, akkor megkérheted, hogy játszunk valami mást. Ezt szeretnéd? Zsarolsz, zsarollak? Kényszerítesz, kényszerítelek? Nem kéne valami mást játszanunk? Úgyhogy ilyenkor mindig egy lépést hátra, látás és láttatás, utána a kapcsolat minőségétől függően, közelségétől függően meg kell nézni, hogy mit tehetsz. Azt vettem észre a hétköznapokban, hogy ki lehet fejleszteni zengyakorló egót is, hogy én a jó zengyakorló, aki minden nap leülök gyakorolni, de vannak olyan napok, amikor azt érzem belül, hogy nem sok ilyen nap van, de azért előfordul egy héten, hogy aznap nem tudom a figyelmemet összpontosítani, de azért leülök, mert hát a jó zengyakorló minden nap leül, de nem vagyok egyáltalán ott, viszont ki tudom pipálni, hogy hát ma is leültem. Van-e értelme ilyenkor leülni, vagy amikor azt érzem, hogy ez a nap most nem adja ki, akkor ezt felvállalom, és ma nem gyakoroltam, és nem gyakorlok? Egyik sem. Amikor az a nap nem adja ki, akkor tényleg nem ülsz le, de elmész az állatkertbe, és végignézed az állatokat, hogy azok mennyi zen gyakorolnak, és milyen jól vannak. Úgyhogy nagyon sokféleképpen lehet elrontani a gyakorlatot, de hogyha az ember itt belül pipál és naplót vezet és táblázatba foglalja a perceit, akkor biztos, hogy valahol félrement. És az első ilyen nem magyar zenközpont élményem pár évtizeddel ezelőtt az volt, hogy hát ott valószínűleg motivációs problémák lehettek, mert egy táblázatban minden rezidensnek fel volt írva a neve, utána a hajnali harangének, a reggeli éneklés további része, reggeli ülés, munkaperiódus, utána snit,
esti gyakorlat éneklése, ülése, és ezeket mind-mind beixelték. És a végén a sort aláírták, ez ilyen nagyon böcsület alapú volt, de azért figyelték egymást. Én erről fogalmam sem volt, hogy ez micsoda, de beérkezem, és akkor mondják, hogy figyelj, ide tette a hivatalnok a nevedet, és hogyha ezt megcsináltad, akkor légy szíves, x-eld be, és a nap végén aláírod. Eltelt egy hónap, jön a rovancs, mindenkinek ott leszették a kis nevét, és tetemre hívás volt, mert aki x darab ilyen rubrikát nem töltött ki, mert nem volt jelen, azt így, nem lesz jó, keveset gyakoroltál. Érted? Mint a kis főnéni vagy főbácsi. És azon december hónapnak a végén volt egy ilyen gyönyörű jelenet, ügyeletes darmatanító a kis lapokat lerántotta, és azt mondta, mindenki majdnem teljesítette a kvótáját, de ő, akinek most nem tudom kimondani a nevét, az minden teljesített, mert minden elit volt, és így rám nézett. És így mondom, ja, hogy ez ezért van. De fogalmam nem volt, hogy ebből mi lesz, csak azt mondták, hogy be kell x-elni. És így néznek rám, próbálnak gratulálni, és nem adom a hülyét, amikor azt mondtam, hogy ember, én nem értem, hogy minek gratulálsz, hát azért vagyunk itt, hogy gyakoroljunk. Akkor minek x-elünk? Hát, hogy tudjuk. És anélkül nem tudod. Ha nincs ott az x, akkor nem tudod, hogy jössz gyakorolni, vagy sem. És akkor én megfogadtam, hogyha valaha egy fél négyzetméternyi zenközpontot fogok vezetni, egy darab táblázat nem lesz a fali újságon. Senkinek se a nevével. Mert hogyha valaki nem jön gyakorolni, azt úgy is tudjuk, sőt, ő tudja a legjobban, mert így ráza az út. Nem sima. Mert állandóan a kis göröngyömön ott lovaglok. Ugye? Nem lehet. Tehát nem lehet ennyire externalizálni a dolgot, nem lehet azt mondani, hogy én most teljesítek. De van egy olyan, hogy ha nem tetszik, akkor is leülök, ha tetszik, akkor is leülök, és nem csinálok én belőle. Megcsináltam a gyakorlatot, minden lényért, ezért kell a négy bódhiszattva fogadalom. Fogadjuk, hogy minden lénynek segítségére leszünk. Hogy az összes tanítást elsajátítjuk, hogy a szenvedélyek összes kötelékétől megszabadulunk, és a kedvencem, hogy végigjárjuk az utat. Hát az már az elsőnek kiderül, hogy az összes érzőlényt megszabadítani az egy életen belül egy embernek az a szinte lehetetlen, de meg kell próbálni. Összestan megtanulni. Tehát 84 ezer szútrát az csak a Buddha 2,5 élet alatt olvasod el, 60 aktív év, napi 8 óra, heti 5 nap. Érted? És ez csak az írottan. És az íratlan, azzal mi lesz? Az íratlant azt hogyan? Nincs kötetbe, benne. Szenvedélyek kötelékei? Azt hiszem. Kettőt ledobsz, három visszajön. Iszonyú jó. Minél szabadabbnak érzed magadat, annál mélyebbre tudsz menni, mert annál nagyobb hibát tudsz elkövetni, azt hiszed, hogy te már teljesen golyóálló vagy. És a kedvencem az az út, hogy végigjárjuk. Nincs kezdete és vége. Hogy akarod végigjárni? Tehát a négy bódhiszattva fogadalom, az így a végtelenbe teszi ki az egészet, hogy te soha ne érezd azt, hogy befejezted. És a Dalai Láma fantasztikus tisztelet övezze őt, azt mondta, amíg akár egyetlen ember is sínlődik a szamszára körforgásában, addig szülessem újra én megszabadítani őt. Tehát ha így, akkor ezek motiválhatnak, és nem az, hogy te aznap te hogy érzed magad, meg hogy magadnak én, meg nem én, csináltam, nem csináltam, nem. Ez már rég ilyen kis zenovi. Ez nem fontos. A kérdés az, bejöttél a dharma termetbe? Belül vagy kívül? Esetleg mindkettő. És ha nem, akkor ne gondolkodj róla. Ha igen, akkor se gondolkodj róla. Jó? Köszönöm. A meditáció során többször előfordul velem olyan, hogy egy nagyon régen történt dolog így beugrik, ami ha mindennapokban fel kellene idézni, akkor az biztos, hogy nem jutna az eszembe, mert úgy érzem, hogy már rég el van temetve a tudatalattimba valahova, és így meglep, amikor így előugrik.
Amikor elkezdtem gyakorolni a zent, az tavaly augusztusban kezdődött, akkor még epegörcsöm is volt az első két hét után kb. Nem vagyok tőle feldobva, hogy ez történik. Tehát az, egy kicsit sírok akkor meditáció közben, de utána elmúlik. Tehát végülis olyan, mintha feldolgozásra kerülne, de nem tudom, hogy ez így történik-e. Csak ez így normális szerinted? Még többet kell sírni, és akkor nincs epegörcs. Az epe az nagyon érdekesen reagál a dühre, nem szereti. Ha valaki a dühét nem tudja kontrollálni, meghaladni, vagy sublimálni, akkor az epéjével mindig baj van. Magyarban nagyon sok ilyen érdekes kifejezés, az epés megjegyzést tett. Hát ez a szarkazmustól a dühig minden lehet. Annyit tudj, hogy a saját önvédelmi mechanizmusaink a tudattalamba száműzik a traumákat, minél gyorsabban. Ha az elmének az aktív terében maradnának a traumák, akkor azok rövid távon teljesen harcképtelenné tennének minket. Működésképtelenné, mozgásképtelenné. A test a háttér tár. A tudattalamba elrejtjük, és nagyon gyakran már csak akkor vesszük észre, amikor testileg kijönnek betegségek formájában. A képlet a következő. Tudatos tapasztalás, elfolytás a tudattalamba, tudattalamból a testbe áttevődik, és a testben tudatosodik ismét. Ezt hívják betegségnek. Egyelőre csak tünetről beszélünk, de hát ismertem olyat, aki nem zengyakorló volt, csak egy szenvedélybeteg párkapcsolatban élt, és 4 év után ki kellett venni az epéjét, mert nem merte a férjének megmondani, hogy mit hoz benne létre az alkohol. Hogy mivé lesz a párja az alkohol által. Ő jó feleség akart lenni, és elvesztette az epéjét, aztán a férjét. Úgyhogy a meditációban pont a fordítottja történik. Az önvédelmi mechanizmusok a meditáció által vékonyodnak, szerencsés pillanatokban megszűnnek, az eltárolt traumák a tudattalamból a tudatosba belépnek, a látás által, a nem mozduló tiszta tükör gyakorlása által a rárakódott reakciókat leveheted róla, már megszűnik a trauma jónak vagy rossznak lenni, és amikor a jó-rossz duális címkét leszedted róla, akkor megszűnik az azonosulás is. Tehát értsük meg, hogy az azonosulás a duális képzetek rárakódásával, a reaktív tudattal születik meg. Ennek a fordítottja az azonosulás megszűnése, amikor az elme megszűnik jónak vagy rossznak minősíteni egy tapasztalatot. Ezáltal a traumában eltárolt információ, hogy valójában hogy történt, felszabadul, és a benne lévő energia is felszabadul. Ettől nem kell megijedni. Az információ megmutatja, hogy ez a trauma honnan jött, és azt is, hogyha tovább teszed vissza a tudattalamba, mi lesz belőle, hová megy, mivé válsz ezáltal. Hát a látás általi megszabadulás a felfogás tisztasága, a duális címkéktől való megszabadulás. És akkor kijön az azonosulás síkjából a tapasztalat, és a memóriádban a helyére kerül, holott mindenféle vonzás és taszítás nélkül ott ülsz a meditáció tiszta terében, bármi történhet. Semmi elől nem zárkózol el, és semmit sem vonzasz vagy teremtesz. A traumának az a természete, hogy mindig a felszínre jön. Miért? Mert rengeteg energiát tárolunk benne. Nem azzal van a baj, hogy ez megtörtént, hanem azzal van a baj, hogyha nem vagyunk hajlandóak elismerni. És nem látjuk ok és okozat kontextusában az egészet. Hogyha elnevezem valaminek, ami nem az, tehát eredetileg ez az élet nem jó vagy rossz, de egy nagyon-nagyon komplex folyamat, ahol a magunk és mások karmája keveredik. És ezt ebben a pillanatban tudjuk csak tisztán látni. Hogyha a traumát elfojtjuk,
akkor megváltozott alakban, de ismétli önmagát. Tehát beteszed a tudattalamba, a tudattalamból nem csak a testre megy át, hanem a térbe is, és különböző történések, akár személy közötti történések, akár magad és a tárgyi valóság közötti történések formájában addig ismétli önmagát, amíg nem engeded, hogy az tudatos legyen. Hallottál a bevezetőben egy gyönyörű történetet. Ez a dongó és a szálka. Nem akarta Anita, hogy a dongó megcsípje, és mindent megtett, hogy ezt elkerülje. Hatalmas elmemunkával ezt elérte, és egy szúrást kapott, de nem dongó szúrást, hanem szálka szúrást. És akkor azt kellett kiszedni. Tehát a félelem mindig megteremti a tárgyát. Mindig. A vágy is megteremti a tárgyát. Tehát azért érdemes őszintének lenni magaddal, mert ez a gyógyulás és a megszabadulás leggyorsabb útja, a legrövidebb útja. Hogy elismerni, hogy igen, ez megtörtént. Igen, ennek ez volt az oka. Ha ezt ismétlem, ugyanez lesz. Ha elfojtom, rámegy testre, bemegy a térbe, bemegy a környezetbe, mástól újra visszakapom. Úgyhogy a traumától és a múlttól nem félni kell. Látni kell. És ha látsz, megszabadulsz. Egy édesanyának segítek, coachingolunk, és ott még kisebb gyerekek vannak, hogy a gyerekek folyamatosan vagy kórházba kerülnek, vagy olyan balesetek történnek, hogy semmi nagyon súlyos, csak ilyen kis, na, a szülők gyorsan összeszaladhatnak, és úgy működnek, mint ahogy kéne. Mindig a mindennapokban. És az lenne a kérdés, hogy azon kívül, hogy a szülőpár dolgozik a kapcsolaton, hogy legyünk már normális emberek, meg szülők, lehet még valamit tenni, például gyerekkel beszélgetni, hogy így ne verd szana szét magad gyerek? Mert... Maradnék a normális szülőprogramnál, mert 10-ből 10-szer valójában a szülőknek kéne felnőtt pszichológushoz menni, vagy esetleg valami tényleges belső munkát végezni. A gyermek a szó legszorosabb értelmében a fizikai, lelki, mentális és szellemi produktuma a szülőpárnak. A gyerekkel baj van, hogyha állandóan kórházba kerül, különböző szomatizált betegségeket gyárt le, akkor egész biztos, hogy a szülőpár között nincs összhang, és a gyerek az megteremti. Ha beleszakad, akkor is megteremti. Ha kórházba kell kerülnie ahhoz, hogy anyuka és apuka érdemben leüljön egymással beszélgetni, megcsinálja. Jelzi, és ha kell, szenved tőle, és hogyha a szülők nem hallgatják meg, megint jelzi, és megint szenved tőle. Úgyhogy a szeretett kapcsolat a legnagyobb kötelesség. Talán arra kéne a szülőket rávezetni, hogy fordítsák az energiájukat befelé, és nézzék meg, hogy hol nem önállóak ők maguk. Hol vannak még az infantilis maradvány karmáik? Hol nem tudnak a maguk karmájáért felelősséget vállalni, és egymásra mutogatnak, hogy te ezért nem vagy jó. Veled mindig ez a probléma. Ja, hogy ő ehhez hogyan járult hozzá, és hogyan teremtette így a társát, az már nincs meg. A tudatos társteremtés, mint kifejezés, sajnos nagyon sok párkapcsolatban nincs. Tehát az önállóság, az egyéni karma letisztázása, az az elsődleges feladat, ezen keresztül hogyan kapcsolódom a másikhoz, hogyan válok szülővé, és ezáltal milyen gyereket teremtek, születés előtt és születés után is. A születés előtti 9 hónap, mínusz a másik 9 hónap a gyönyörű fogantatás előtt, hát ezt hívnánk erőteljes indító programnak. És hogyha így nézed, mennyire tudatos ez? A szülők mit tesznek bele a gyerek tudatába már lehívás előtt és a helyfoglalás után? Miután pocakba elfoglalta a helyet, hogy ez az én placentám, nem másé. Ikrek még jelentkezhetnek, de ha nem, akkor ez az enyém. Csók. Tehát ezért a szülőknek elképesztően meg kell küzdeni. Fizikailag, mentálisan, lelkileg meg kell küzdeni, hogy ők tényleg minőséget teremtsenek abban a gyerekben, aki lehetőleg jobb, mint ők.
És nézd meg, hogy ez az indító program mennyire tudattalan és mennyire szennyezett, hogy miknek teszik ki ezeket a lelkeket a szülők csak azért, mert nem hajlandók tudomásul venni a jelenlétét. És itt a törvény nem tudása nem mentesít a következmények alól. Úgyhogy igen, tanácsadás nagyon jó, rávezetés nagyon jó, de ha ők nem lesznek autonómak szellemileg, és nem kezdenek el valamiféle gyakorlatba, ahol elkezdik a saját szennyest, a saját mosószerrel, saját mosógépben tisztítani, soha nem ébrednek arra az elképesztő felelősségre rá, ami a szabadságukból következett. És ezt kéne befelé megvalósítaniuk ahhoz, hogy korrektek legyenek kifelé. És főleg a gyerekkel szemben. Miért? Mert a gyerek úgy is leveri rajtuk, hogyha hibáznak. Jó? Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés. Mi van akkor, amikor a gyerek már felnőtt, és sok mindennel hibáztak vele szemben, ennek ellenére teszi a dolgát? Mondjuk speciál én. Tehát, érezhető volt az egyes szám. Tehát magyar rólam van szó. Tehát teszem a dolgom, minden konfliktus, egyéb fájdalom, bántalom, egyéb dolgok ellenére. Hogy van ez? Szóval nem tudom, hogy... Nincs sehogy. Tedd a dolgod. Tehát igazából akkor ez az út. Ez az út. Tedd a dolgod, és te nézzél se jobbra, se balra, de előre nagyon. Uh-huh. És körül is. De az, hogy kinek milyen véleménye van rólad, vagy Uramisten, mi történt a múltban, a múlt, a jelen és a jövő karmája ebben a pillanatban összpontosul. Ez két dolgot jelent. Ebben a pillanatban teremtjük az egészet, és a teremtés következménye is csak ebben a pillanatban érhet el minket. Tehát a múltnak az a karmája, amely nem szűnt meg, és a jelenben itt van, az nem múlt. Igen. Úgyhogy tedd a dolgod, és senkinek a véleménye nem fontos, de mindenkinek a visszajelzése igen. A véleményalkotás, ez az elme duális hánytorgása, tetszik, nem tetszik, tudat. Ezzel van tele a padlás egy rossz család életben. Ugye egy helytelenül működő csapatban és csoportban mit csinálunk? Véleményt alkotunk egymásról. Hogy te jó vagy, te rossz vagy, tetszel, nem tetszel. Ez, amit mondtál, az oké, okay, a másik pedig a ne. Na, ez szemét, így ahogy van. Az, hogy valójában mit csinálunk egymással, szavak, tettek, gondolatok és érzelmek által, na az fontos. Most boldoggá tettél, most megbántottál. Ez már nem tetszés és nem tetszés. Ezek valós, őszinte érzések. Oké? Úgyhogy, ha ilyen szinten dolgod van, akkor azt le kell pucolni. De ha nincs, akkor nem kell teremteni problémát. Az ember másik ilyen kitűnő tulajdonsága, hogy ahol nincs baj, ott majd csinál. Nincs probléma, majd teremtünk. Valaki úgy normális, ó, találjunk benne-e valami hibát. Istenem. Hát csak nem tudjuk normálisan érni az életünket, mert ez az öt hiba, hogy állandóan ellenőrzünk, aggódunk, állandóan akaratoskodunk magunk miatt, ragaszkodunk a múlthoz elképesztő módon, azonosulunk borzasztó jelleggel, ezek tarthatatlanok. És az ötödik, a kedvencem, az ezekre rakott projekció. Tehát állandóan projektálunk, állandóan elképzelünk, antropomorfizálunk, igazságot osztunk, véleményt alkotunk. Hihetetlen. Ha ettől az öttől meg tudnánk szabadulni, akkor a megszabadítás művét is el tudnánk végezni. Tehát ne azért ne alkoss véleményt, mert valaki azt mondta. Azért tartózkodj a véleményalkotástól, mert mielőtt kinyitottad a szádat, már akkor nem volt valós. Csak a gondolmányod volt. Úgyhogy tedd a dolgod. Köszönöm. Szívesen. Az előbb említett ezt a két dolgot leteszünk, hármat fölveszünk, hogy lehetne ennek gátat szabni. A fordítottja kell. Leteszel hármat, fölveszel kettőt. És ezt mondjuk így átültetve, hogy lehet?
Átültetve? A valóságban. Azt kérdezd meg a kertészszüntől. Nagyon profi. Olyan átültetés van itt hátul. Vegyél részt benne, a karma azután nem lesz probléma. Kicsit még fagyott a föld, de nem sokára fölenged. Egyszerűen nézd meg, hogy milyen szokásokat honosítasz meg. Ez a hitrendszeren múlik. Mit hiszel el magadról, hogy te ki vagy? Tehát amikor pont azzal a plusz pohárral innál meg, amitől már se te, se más nem lesz boldog, csak mindenki részeg, akkor biztos, hogy nem teszel helyesen. Tehát eredetileg egyik szenvedélybeteg sem azért kezdte, hogy meghalljon bele, vagy másokat a halász szélére vigyen ezáltal. De mégis ez történt. Azért, mert olyan szokásokat honosított meg, olyan emberré vált, akivé nem kellett volna. Tehát figyeld, hogy milyen szokásokat engedsz meg magadnak, ez az önképeden is múlik, akaratodon is múlik. Pillanatról pillanatra nézd meg, hogy ezen cselekedet által te kivé válsz. Hogyha így gondolkodsz, kivé válsz. Ha így érzel, teszel, kivé válsz. És akkor látod a karma működését, felvehetsz egy helyes irányt, és azt mondod magadnak, hogy így fogok tenni, mert ezzé akarok válni. Nem, ezt nem teszem. Nem gondolom, nem érzem, nem mondom, mert nem akarok ezzé válni, ennek a következményévé válni. Nagyon jó ilyenkor az ok és okozat törvényét működésben látni. És akkor tudsz dönteni, hogy mit veszel magadra, és mit raksz ki magadból. Jó? Köszönöm. Szívesen. Utolsó két kérdés. Gyakorlás során, amikor a teret és a hangot figyelem a meditáció során, ha megjelenik negatív vagy destruktív gondolat váratlanul, az ezzel kapcsolatos azonosulást, illetve bűntudatot hogyan lehet elkerülni, mert nem szeretnék vele foglalkozni, gyakorlatra figyelni, de mégis rontja az motivációt. Mi? Főleg a bűntudat. Te annyira rendszerető ember vagy, ez itt a szatvikus értelemnek a szenvedést elkerülő őszinte szándéka. Sírok tőle, te. Hát a bűntudat mindent visz. Használd fel a bűntudatot helyesen. Legelsőnek javaslom azt, hogy a bűntudat miatt legyen bűntudatod, és még mélyebbre tolod. Bűntudatom van azért, mert bűntudatom van, és még mélyebbre tolom a bűntudatot magamban, és bűntudatom lesz. Régen van. Oké. Meghalok. Szóval ezért nagyon jó a bűntudat, mert nagyon hamar ellehetetleníti önmagát. Ha ragaszkodsz hozzá, téged lehetetlenít el. Ha bűntudatod van, akkor viszont meg kell kérdezni, hogy hol hibáztam. És a hiba látása segíti a kijavítását, a bűntudat megakadályozza a hiba kijavítását. Kétféle vakság van. Az egyik, hogy azonosulsz a hibával, és nem látod, mert a tükröt letakarta a tárgya. A másik, amikor a látóhatár mögé száműződ a tükörtárgyát, akkor meg nem kerül elé, és azért nem látod. Tehát minden egyes karmának helye van a tükör előtt. Oké? A rég elfojtott hibák, az el nem ismert felelősség, az a bűntudatnak a gyökere. Ki kell húzni. Tehát a nagyon mély azonosulás a hibával, az a bűntudatnak a forrása. Ettől meg lehet szabadulni, de csak a hiba kijavítása árán, az önkép feladása árán, és itt a tökéletesség önképét szeretném általad feladatni legelőször. Tehát ne a tökéletesség elérését tűzd ki célul, hanem az optimumot légy szíves. Adott helyzetben mi az, ami elég? És akkor nem fogja zavarni az összképet a karmád. Jó? Oké. Kialakult
egy baráti köröm, de most már, hogy ezzel az egómmal nem vagyok úgy megelégedve, mint ahogy annó voltam, de igazából nem akarok ott senkin változtatni, csak ugyanúgy olyan természetesen viselkedni, mint annó, és ugyanúgy jól érezni magam velük, mint annó. Hogy tudok mégis úgy nevetni azokon a poénokon, amit még annó pont amiatt nevettem rajta, mert hogy kiröhögtünk embereket, meg szétszinkeltük egymást, ezeken röhögtünk nagyokat. Én most már ezen nem tudok nevetni, de nem akarok fura sem lenni. Rossz hírem van, Máté. Most vagy a korábbi önmagadba lépsz vissza, nem javaslom, vagy minősíted az új önmagadat, azt se javaslom, és nézd meg azt, hogy mint tudsz te őszintén nevetni, amiután nincs bűntudatod. És előbb-utóbb olyan társaságba fogsz keveredni, ahol ez lehetséges. Ha ragaszkodsz a régiekhez, ragaszkodsz a múltadhoz. És a csoport az mindig erősebb, mint az egyén. Nagyon ritka, hogy ez megfordul. És a csoport rendkívüli erővel tudja kondicionálni az egyént, hogy ó, hát neked ilyennek kell lenned, hogy ne légy a szemünkben fura. Hogy együtt tudjunk röhögni a hülyeségeken, vagy véleményt alkotni másokról, vagy magunkról. És te azért vagy jó, mert olyan vagy, mint mi. De ha nem, akkor fura leszel. És ki fogunk téged innen passzírozni. Te leszel a fekete bárány, stb. Úgyhogy ezeknek nem szabad fölülni, ezeknek a véleményalkotásoknak. Megint csak az az igazi kérdés belül, hogy te kivé válsz ezáltal. Azzá válsz, akivé szeretnél lenni, vagy sem. Ezt magadnak válaszold meg. És egy pokolból érdemes kikerülni, ez az absztrakció pokla. Miért? Mert modellt szeretnénk alkotni magunkról. Megjósolható modellt a társaságról, egy olyan világképet, ami a kedvünkre van, és a többi. Na, ezt kell félretenni úgy, ahogy van. És egyszerűen tisztán azt az irányt tartani, amiben hinni tudsz. Miért? Mert azzá válsz a folyamat által, akivel még öregkorodban is együtt tudsz élni. Akivel mások is együtt tudnak élni. Ha jól csinálod, akkor ez a belső integritás egy olyan eredetiséget ad, ami nem mesterkelt, ami teljesen természetes. Mert vállalod azt az önmagadat, amelyet tudatosan teremtettél. És ekkor hisznek neked. Tehát a belső egység, az a fajta egyediség, aki tényleg te vagy, és mindegyikünkben benne van, ez az egyediség nem furaság, ez te vagy. És akkor ennek lehet hinni. Ez az, ami hiteles. Hogyha ez a három együtt áll, akkor nincs gondod, nem tekintesz a hátad mögé aggódva, hogy Úristen, mit mondanak rólam. Akkor előre nézel, jársz az úton, és egyszer csak meglátod, hogy na hát velem együtt jönnek még egy páran hasonló irányba, anélkül, hogy erre külön felszólítást kaptak volna. Na, ezek az úti társaid. Ezekkel az emberekkel lehet együtt nevetni, de együtt is szomorkodni, együtt cselekedni, és megmaradni a cselekvés nélkül is. Ez már egy más társaság. Légy bátor, és légy a saját társaságodban. Szeretném mindenkinek megköszönni a kitüntető figyelmét, azt, hogy ezt a középhaladót együtt csináljuk végig. Remélem, hogy folyamatos gyakorlásunk által minél tisztább teret tudunk teremteni kívül is és belül is, és tapasztalni azt az egyévvállást, amely mindannyiunkat megszabadíthat a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!